A parlament határozati javaslatot fogadott el az Európai Parlament soros terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben. A Fidesz-KDNP és Jobbik támogatással elfogadott szöveg kimondja, hogy a soros terv felháborító, egyúttal tiltakozik a bevándorlók befogadására és szétosztására irányuló EP határozat ellen. Burány Sándort kérdezzük. Jó estét, képviselő úr! Hozott az előbb döntő Csaba egy dokumentumot, az Európai Parlament határozatát hozta el magyar változatban. Abban bizony benne szerepelt, felolvasta azt, hogy a kötelező kvóta az kötelező. Hát soros terv kifejezés nem szerepelt benne. Az nem, de azt most ő sem emlegette. Végre egy ilyen nap, vagy végre egy ilyen műsor, amiben egy fideszes politikus látja, nem emlegette. Látja, ön hozta először szóba. Hát ez már az én vétkem marad. Pontosan kiderült a beszélgetésből, van egy bonyolult jogi eljárása az Európai Uniónak. Lényegében, amíg a miniszterelnökök tanácsa ezt jóvá nem hagyja, most bonyolán fogalmazva, de ez a lényeg, addig nem tekinthető elfogadó, kötelező érvényű rendeletnek, ez törvénynek. Ez egy javaslat. Ha a Fidesz annyit mondana, hogy vannak Európában tendenciák, vannak európai politikusok, akik a megoldást a kvótában látják, akkor igazat mondana. De nem ezt mondja, ennél sokkal tovább megy, hanem azt állítja, hogy van egy ördögi terv, amelynek része, hogy igenis lesz kötelező kvóta, és ennek a tervnek a hátterében nem más áll, mint Soros György, ami ez így ebben a formában egészen hát egyszerűen hazugság. Tényleg odáig ment, hogy lehet dönteni, a soros terv mellett vagy ellen szavaznak. Hát ellene, ha most megnézem ennek a mai szavazásnak az eredményét, kevesen szavaztak, 3 független képviselő összesen. Az összes többi, aki szavazott, mind azt mondta, hogy mellette. Mi meg nem vettünk részt a szavazásba pont azért, mert ezt a határozati javaslatot minden szempontból elhibázottnak tartjuk, tárgyalásra alkalmatlannak tartjuk, egy egyszerű propagandaeszköznek tartjuk, ami ráadásul tele van hülyeségekkel, már bocsánat a kifejezésért, és egyszerűen úgy gondoltuk, hogy egy ilyen eljárásban nem vettünk részt, nem vettünk komolyan egy olyan dokumentumot, ami határozati javaslatnak hazudja magát, de valójában egy politikai nyilatkozat. És hemzseg a hazugságoktól, eleve arra a hazugságra épít, hogy egy ördögi terv részeként lesz kötelező kvóta, és Magyarországot ettől meg kell menteni. Küzdeni kell ilyen elképzelések ellen, de nincs ördögi terv, és nincs soros terv. Lehet választást nyerni Magyarországon a soros terv kifejezéssel? Azt remélem, hogy nem. Kell vele azért szemben tudni állítani egy hasonló erős mondatot? Gyűlölet kampány ellen szerintem az igazsággal lehet legjobban érvelni, még akkor is, hogyha a gyűlöletnek van ereje, amit én nem becsülnék le, ez egy nagyon erős érzelmi töltet, nagyon erős negatív érzelmi töltet. A politika legalja, amikor valaki erre bazírozva akar választásokat nyerni. A Fidesz egyébként most ezt teszi. Még minden eszközzel, ami rendelkezésünkre áll, megpróbáljuk az embereknek elmagyarázni, hogy gyűlöletre nem lehet politikát alapozni, abból nem lehet egy jó Magyarországot felépíteni. El kell mondani az igazságot. Ma például a parlamentbe tettük ezt, illetve tegnap is, hiszen a bizottság ülésen a vitája tulajdonképpen tegnap az esti órákban már elkezdődött. Úgy lesz, hogy amivel nem értenek egyet, már felvetését tekintve arról nem szavaznak? Amit, mint témát eleve hazugságnak gondolunk. Tehát nem, az, hogy részt veszünk egy szavazásban, az azt jelenti, hogy komolyan vesszük. Ezt a feszít, ezt a papírt nem lehetett komolyan venni. Ezt nagyon világosan elmondtuk, és semmilyen módon nem akartuk még egy nem szavazattal sem legitimálni ezt a döntést, hogy komolyan vesszük akár egy pillanatig is. Német Szilárd egyszerű gondolkodása az pedig közismert. Tehát erre a szintre azért nem akarunk lemenni. Visszamentek a kormány médiának nyilatkozni, pár korábban az volt, hogy ezt nem teszik. Mi történt? Be kellett látnunk, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy kihagyjuk a médiából azokat a tévéket, azokat a rádiókat, amit szinte kizárólagosan hallgatnak, néznek vidéken egyes településeken. Tudomásul kell vennünk, hogy még itt Budapesten megszokott Kőbányán és Kispesten, hogy a KBTV hálózaton keresztül én eldönthettem, hogy mit nézek, mit nem. Vidéken nagyon sok településen nincsenek ilyen hálózatok.
ami az éteren keresztül jön, azt nézik, hallgatják, és sok évtizedes hagyomány alapján nekik a tévé az M1, és a rádió. De most már nem félnek attól, amit korábban féltek, hogy úgyis fölösleges ott szerepelni, mert nem abban a kontextusban szerepeltetik önöket, de, ahogyan ott meg akarnak jelenni? Ettől tartunk változatlanul, és megpróbálunk ügyesek lenni, de az a kisebbik rossz, ha vállaljuk ezt a kockázatot, és megpróbáljunk ügyesek lenni, az a nagyobbik rossz, ha kiadjuk azt a lehetőséget, hogy megszóljunk egyáltalán ezekben a műsorokban. Döntött tegnap valóban az MSZP elnöksége arról, hogy Karácsony Gergely elfogadott miniszterelnök jelöltje az MSZP-nek? Pontosítanék, egyrészt döntött az elnökség, nem az MSZP miniszterelnök jelöltje, hanem őt ajánljuk közös miniszterelnök jelöltnek, egy összefogás miniszterelnök jelöltjének. Ez nem ugyanaz, mint hogy az MSZP-nek lenne miniszterelnök jelöltje. Karácsony Gergely sem ezt vállalná, az MSZP se erre kérte fel. Ronda kérdés, tudom, a casting befejeződött? Tehát újabb miniszterelnök jelölt nem tűnik fel az MSZP házatáján? Én nem egyáltalán a casting befejeződését remélem, hanem egész tárgyalás sorozat gyors befejezését remélem. Minden idő az, ami csak megy tovább, az veszteség a választási felkészülés szempontjából. A Facebook az egy érdekes dolog, mindig feldobja az emlékeket. Néhány nappal ezelőtt feldobott 4 évvel ezelőtti emléket, az egy fórumon ábrázolt engem és képviselőjelölt társaimat. 4 évvel ezelőtt hivatalos jelöltenként már javába kampányoltunk és tartottunk fórumokat. Most meg ott tartunk, hogy tárgyalunk arról, hogy melyik körzetbe kiinduljon. Súlyos késősben vagyunk, ezt a tárgyalássorozatot miniszterelnök jelölttel együtt, jelöltekkel együtt minél gyorsabban be kell fejezni. Ez a polémia a DK-ról szól, ezt azért mindenki tudja, aki követi az elmúlt hónapok eseményeit, vele vagy nélkül, ha vele, akkor hogyan. Van új ajánlatuk, új ötletük a DK felé, amivel ki lehet mozdítani ebből az állóháborúból, ha ez egyáltalán az talán túlzó kifejezés, a kettőjük ügyét? Hát radikálisan új ajánlattal ebben a fázisban szerintem már sem értelme előállni. Ez az én személyes véleményem, de a tárgyaló delegáció tagjai erről többet tudnának mondani, és nem is szeretnék nagyon ennek a részletébe belemenni, hiszen nem én ülök ott ezeken a tárgyalásokon. Azokban a körzetekben, ahol még folyik a vita, azokban kell a vitát minél gyorsabban lezárni, hiszen a körzetek többségében úgy tudom már nincs vita. Szépen szaporodnak a miniszterelnök jelöltek különben, csak hát ez a vicces része a történetnek, hát a viccnek szánják, ugye a hírtévés műsorvezetők akarnak MSZP miniszterelnök jelöltek lenni, nem tudom mennyire követi Csintalan Sándor után, most Puzsér Róbert is bejelentkezett az MSZP miniszterelnök jelöltjének. Hát mind a két úriember elég harsány figura, elég markány személyiség, miniszterelnök jelöltek. Azt nem lehet mondani, nem kéne figyelni rájuk, hogyha kiállnak. Hát a Puzsér Robert filmkritikáit szoktam időnként hallgatni, nem feltétlenül értek vele egyet, de minőségi műsornak tartom, ez egy komolytalan bejelentés, ezt nem tartom minőségi bejelentésnek. Na jó, de gondolom, nem baj, ha reagált rá. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.